Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek, szabolcs már beregmegyeiek, és mindenki, aki a mai rendezvényünkön velünk van. Abban a megyében köszöntöm itt a vendégeket, és köszöntöm a megye lakóit is, amely megye sok mindenről híres. Híres arról, hogy éppen a tegnapi dátummal itt született nemzeti bánságunk a himnusz, itt alkotta a Kölcsei Ferenc. Híres arról, hogy ebben a megyében az elmúlt időszakban sok-sok negatív tapasztalat után abban hihettek az emberek tíz évvel ezelőtt, hogy igenis van felemelkedés, hogy egyszer utol tudjuk érni az ország átlagát, hogy egyszer felzárkózunk mi is. Ha még emlékszünk rá, akkor épült az autópálya. Ha még emlékszünk rá, akkor megújultak utak. Ha még emlékszünk rá, akkor gyárak települtek ide a megyébe, Nyíregyházára is, például a Legó és egyebek. Úgy gondolom, hogy rendkívül fontos mindannyiunk számára, hogy lássunk perspektívát, hogy lássunk jövőképet, hogy higgyük azt, hogy lehet jobb, lehet boldogabban élni itt ebben a megyében is, ott, ahol a mi otthonunk van. Aztán meg kellett élnünk más időket is meg kellett élnünk azt, hogy ez a megye ma sok tekintetben vezet listákat. Vezeti azt a listát, amelyen azt mérik, hogy mennyi az elvándoroltaknak a száma egy adott területről. Vezeti azt a listát is, amely a hazán belüli elvándoroltakat jelenti, és vezeti azt a listát is, ami a határainkat elhagyó elvándorlókat jelenti. Úgy gondolom, hogy változtatni kell ezen. Úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy így menjen tovább. Nem szabad, hogy a mi népességünk úgy maradjon meg, vagy úgy csökkenjen kevésbé, hogy üzleti okból valakik valahonnan ide bejelentkeznek. Nem szabad, hogy ez sértve a helyiek érdekét, sértve a helyiek megdolgozott éveinek a biztonságát maradjon meg mindenkinek a saját személyes tapasztalatában. Úgy vélem, hogy ezek mind-mind olyan ügyek, amelyeken változtatni szükséges, amelyeket módosítani kell a következő időszakban. A módosítás pedig lehetséges. Lehetséges, hogyha a megcsókított nyugdíjú rokkanyugdíjasok ám már a következő időszakban fogják azt tudni, hogy hogyan lehet ismételten méltányos az ő ellátásuk. Változtatni lehet akkor, hogyha a sok-sok közmunkás össze fog fogni azért, hogy ne legyen méltánytalanul alacsony a közmunkás bér. Változtatni lehet akkor, hogyha a sok-sok alacsony keresető ember, aki ebben a megyében a legtöbb az országban arányaiban, változtatni akar majd azért, hogy legyen ismét adómentes a minimálbér környéki jövedelem. Ha sok-sok családi pótlékot kapó ember ismét változtatni akar majd azért, hogy immáról ne legyen bebetonozva az a bizonyos családi pótlék, azaz növekedhessen kinek-kinek a családi pótléka. Meg vagyok arról győződve, hogy akikről beszéltem, mind-mind Szabolyszatnál Bereg megyekben élnek. Mind-mind itt élő emberek, és akik gondolkodni fognak, és saját maguk tapasztalatát megélve változtatni akarnak. Ha változtatni akarnak, akkor kiváló alkalom április 8-a erre a változtatásra. Kellően sokan, kellően elkötelezetten leszünk ahhoz, hogy ezt a változást itt szabolcs szapár megyében is megtegyük, hogy itt szabolcs szapár megyében is eredményesen szerepeljen az a csapat a választásokon, amely a csapat jelöltjei ma itt a mai napon bemutatásra kerülnek, és a későbbiek során remélhetőleg mind-mind nyertesen szerepet fognak kapni, mind a megye, mind pedig az ország közéletében. Köszöntök mindenkit még egyszer Szatmár berek megye MSP elnökként itt a mai rendezvényünkön. Nagyon remélem, hogy lélekben megerősödve, elszántságban növekedve fog kiki -ki hazamenni, és minél több ember fog tudni meggyőzni arról, hogy érdemes ezekben az ügyekben a változás érdekében részt venni a választáson, és legyőzni a Fideszt. Köszönöm figyelmeteket, előre a sikerért!